Szervusztok, kedves barátaim! Kedves hölgyeim, engedjétek meg, hogy elsőként a néhány napú esedékes anyák napja alkalmával az anyáknak és a nagymamáknak szenteljem az első tapsot. Kedves barátaim, talán egyetlen egy dolog van ebben az országban, amit Orbán Viktor és csapata még nem tudott tönkretenni. Hát most itt elkezdhetnénk egy vízjátékot játszani, hogy fejtsük meg, de egyrészt nagyon sokáig tartana, hogy egyáltalán eszünkbe jusson egy-két dolog. Kettő, nagyon rövid lenne a lista. Ezért elárulom a titkot. A mai május 1-jét, a majálist, azt nem tudtam még elrontani. Május 1 a miénk, a tisztességes munkából békés megélhetést akarók ünnepe. Minden becsületes magyar ember ünnepe. Hazánkban ma nincs béke és nincs szabadság, nincs biztos megélhetés. Budapest és az ország mai vezetői nem fejleszteni, hanem csak irányítani és uralkodni akarnak minden és mindenki felett. Nem érdekli őket, hogyan tudnak a magyar emberek családként, egyénként boldogulni és megélni. A Fidesz polgárháborút indított a saját népe ellen. Minden polgár ellen, a saját országa ellen. Háborút viselnek mindenki ellen, aki nem az ő elvárásai szerint tervezi a jövőjét, aki nem pont ugyanaz gondolja, mint Orbán Viktor. Ezért igyekeznek lerombolni a független Magyarországot. Ezért akasztották kötére Kári Mihály szobrát és hurcolták el a Kossuth térről. Ezért akarják elmozdítani József Attilát és Nagy Imrét is. Ezért vezetnek be járásokat Budapesten és országszerte, hogy aztán fideszes pártkatonák packázzanak majd velünk. És ezért nevezték át a félvárost, a köztársaság teret, a Moszkva teret, ezért rajzolgat zászlót Tarlós István. Ők úgy mondják, fülke forradalom, de a demokrácia elleni háború az nem forradalom, hanem árulás. A magyar köztársaság elleni pucs. Ez egy egyoldalú polgárháború, ami 100 milliárdokba kerül az országnak, amiért mindannyian megfizetünk. Amit ők tesznek, az valójában narancsos zendülés, államellenes szervezkedés a bársonyszékekből. A narancsos zendülőknek fogalmuk sincs arról, mit jelent az, amikor a boltban már azt kell számolni, hogy hány nap van még hátra a hónapból. Fogalmuk sincs arról, mit jelent az, amikor egy családban azt kell eldönteni, hogy a sárga csekket fizessék-e be, most már adóval együtt, vagy pedig ennivalót vásároljanak. Ezt hozta Magyarországnak a Fidesz narancsos zendülése, ezért felelniük kell, és mielőbb távozniuk. Kedves barátaim, a Fidesz narancsos zendülése megbukott. A feladat egyértelmű, a káoszt, amit teremtettek, el kell takarítani. A rombolásokat helyre kell állítani. A demokrácia kereteit ismét ki kell alakítani. A megélhetés biztonságát, az egyéni és a családi boldogulás feltételeit újra kell alkotni. Erre vállalkozunk a következő években. Be fogjuk gyógyítani a Fidesz zendülés által okozott sebeket Budapesten, a zsebeket pedig be fogjuk varni, ahova most a közpénzek folynak. Nem könnyű feladat, az kell hozzá, hogy mindannyian bízzunk magunkban, a munkánkban és egymásban. Ez itt a téren megvan. Ma már kevesebb az idő hátra a Fidesz kormányzásából, mint amennyi a megválasztások óta eltelt. Ma még mindent elkövetnek, hogy a hatalmukat betonba öntsék. Holnap Schmidt Pál, a Fideszt mindent aláíró, sosem kérdező, automata golyóstolla után, holnap egy újabb automata aláírógépet, a pártkatona Áder Jánost küldik a Sándor palotába. De barátaim, ez már semmit nem ér. A múltat, az elmúlt két év rombolását,
Orbán Viktor személyes felelősségét semmi nem tudja elfeledtetni. Azért dolgozunk, hogy újjáépítsük Magyarországot utánuk. Ismét olyan országot építsünk, ahol nem kevesen élnek sokkal jobban, hanem ahol sokan kapnak esélyt a tisztességes életre. Ahol a becsületes munka becsületes bért jelent. Azért, hogy újra legyen jobb biztonság és kiszámíthatóság, létbiztonság, esélyegyenlőség és biztos megélhetés minden családnak és dolgozó embernek. Biztos vagyok benne, hogy ez együtt újra sikerülni fog. Ezért azt kérem önöktől, tőletek, hogy vigyétek el ezt az üzenetet mindenkinek. Soha többé nem fordulhat elő, hogy az ország politikai vezetése elszakad a valóságtól, és háborút hirdet saját hatalma érdekében az ország lakói ellen. Soha többé! Ezért nem csak újjáépítjük Magyarországot, hanem be fogjuk vezetni a tisztességes munkát, a családok megélhetését szolgáló politika garanciáit. Azt kérem tőletek, hogy segítsetek nekünk abban, hogy ezt végigvihessük. Mondjátok el mindenkinek, hogy van egy olyan párt Magyarországon, amelyik képes helyreállítani a Fidesz által okozott károkat, amelyik a helyreállítás után új jövőt is teremt Magyarország minden polgárának. Van olyan párt, amelyik a becsületes dolgozókra figyel, amelyik eltakarítja Orbán torz világának romlait, és helyreállítja a köztársaságot, és szabad Budapestet. Ez a párt az MSZP, és veletek együtt ezt végig fogjuk csinálni. Addig is innen üzenjük a Fidesz urainak, hogy a narancs szezonnak már vége. Köszönöm, hogy meghallgattatok.